csap. Igen, igen. Csipkeledő negatívabb? Nem igazán. Rákerestem, hogy őszinte legyek. Olvastam negatívat is, pozitívat is. Olvasgattam. Jaja. Igazából én csak pozitívat kaptam. Alapvetően pozitív kritikákkal találkoztam, inkább nézői reakcióban voltak ilyen vegyesek. Ez baj? Ez mindenképpen negatív kell, hogy legyen? Offenbachnak a Víg operái, amelyet most mi operetnek nevezünk, ezek bizonyos korszaknak és bizonyos történeteknek a kifigurázása volt. Van, akinek ez a humor nem tetszik, az rendben van, ettől ez még jó a maga nemében. Lehet, hogy a Bartókra számítottak, de ez a kék szakál nem az a kék szakál. Ez a, ugyanannak a mondakörnek, vagy annak a mesének egy vicces verziója. Hogyha valaki beül egy operetre, akkor az a minimum, hogy a primadonna valami óriási, hatalmas, nagy, gyönyörű, csillogó, villogó ruhában érkezik. Nyilván meghökkentő olyas valaki számára, aki egy megszokott előadást vár. Hadzs! A rendezés maga se egy hagyományos, klasszikus operettrendezés. Lehet, hogy az elsőre, amikor valaki valamit vár, akkor ez sokkoló tud lenni. De lehet, hogy másodjára megtalálja benne azokat a dolgokat, amitől érdekes lehet. Ilyen. Ő is egy egészen másfajta bulottot formál meg, mint ami én vagyok, és egyáltalán nem biztos, hogy az, amit ő megformál, az ugyanúgy nem fog tetszeni. Szerintem érdemes mind a két szereposztással megnézni. Igenis, adjuk meg az esélyt, foglalkozzunk vele, nézzük meg, hogy mire jutunk. Igen, nehéz olyan előadást csinálni, ami mindenkinek tetszik, szerintem nem is lehet. Az operettszínházak most elég nagy a repertoárja, tehát hogyha az ember valami klasszikusra vágyik, akkor ki tudja választani. Ezzel az előadással egy picit tükröt mutatunk a társadalmunknak és a ezt övező problémáknak. Egy picit abszurd humorral van fűszerezve. Én azt gondolom, hogy ha az ember nyitottan ül be erre az előadásra, akkor ez az előadás ez csak adni tud. Elvenni semmit se fog.